Itt vagyunk a Neo Galériában a Esemény Horizont című kiállításomon, ami lényegében a doktori munkához készült képeknek az első budapesti bemutatója. Ezt megelőzően Pillanatok műve címmel volt a Veszprémi képtárban egy kiállításom, ahol szintén ez a két kép szerepelt, a kis képek, amik itt láthatóak, azoknak csak egy része volt ott. És ezek a kiállítás címek, ezek tulajdonképpen egyben sorozat címek is, és mindkét sorozat az átfedésben van, és ez az egész gondolatmenet, ez 2008-ban kezdődött, amikor csináltam a naplórát, és hát most már legalább 20 éve foglalkozom Möbiusszal, és 2008-ban egy Möbiusszalag volt az árnyékvetője a naplórának, és azt helyeztem egy papírra, és ez a vonalrendszer, ez a vetett árnyékokból kialakult. Tehát úgy használható, hogy óránkénti árnyéka ilyennek a szalagnak. És tulajdonképpen ez a vonalrendszer képezi alapját ezeknek a képeknek is. Azzal a különbséggel a korábbi képektől, hogy itt a metszéspontokat is figyelembe vettem, és minden egyes metszéspont egy függőleges vonallal van még jelezve és hangsúlyozva, ami számomra egy nem lineáris időélménynek egyfajta leképezése. Sok ismételt mozdulat van a képeken, ami egyfajta monotonitást igényel, és maga a kép festése közben az ismétlés által válik érthetővé maga a Möbius forma is, meg sok minden más gondolatmenet, ami közben engem foglalkoztat. A fő témája az tulajdonképpen az idő, de ezek a dolgok képbe számomra érdekesebbek, amiket én így belelátok, kimondva ezek már inkább ilyen közhelyesek lennének. És az is foglalkoztat, hogy egy viszonylag egyszerű forma, de egy nagyon-nagyon egyedi, topológiailag, matematikailag egy nagyon-nagyon egyedi, és nem is nagyon hasonlítható máshoz az a Möbius forma. Hiába foglalkozom vele 20 éve, csak akkor érthető számomra, hogyha ha csinálom, ha látom. És ezzel sokat eljátszottam, hogy képzeletbe persze meg tudom rajzolni, mert már nagyon sokat rajzoltam, de csak akkor érthető az egész probléma, és ezért ez a monotonitás, ami átélhetővé teszi számomra. Ez a két kép tulajdonképpen ennek a sorozatnak az előzménye, vagyis első darabjai ott a nagy képek előtt készültek, és ez egy konkrét kiállításra készült, ez egy vershez, ott az volt a koncepció, hogy egy költő és egy képzőművész össze vannak párosítva, és ez önmagában már izgalmas volt, és az én vers párom, az én költő párom az Áfra János lett, és az a Nyelv a távolság című verséhez készítettem ezt a képet. Nagyon izgalmas volt az, ami engem is foglalkoztat, hogy a fogalom és a kép viszonya, az arról szólt a vers, legalábbis az én olvasatomban, egy tágabb értelemben, szűkebb értelemben pedig meg volt idézve benne egy általam ismert mű, ami a Berlini Zsidó Múzeumban volt kiállítva a Tóra író robot, és ez egy ilyen nagyon furcsa, abszurd mű, és hát itt benne van ez a viszonylat, ezzel a csúcs technológia és az individuum, ami így a 20. században lett, és aminek mi is az örökösei vagyunk, de átalakulóban van, és végül is
ez a egy régebbi motivumom, egy régebbi sorozatomból beidéztem ide a Möbius szalagok mögé ezt a lépcsőzetes fejformát, ami itt mondjuk kettő van, de a negatív, van, aki a negatívját értelmezi, mint egy ilyen épület. Szóval ez a két kép ebben van egy ilyen plusz olvasat is. Ez pedig szintén egy előzménye a nagy képeknek, ahol végül is a Möbius vonala árnyéka, így egy átmenet, egy pötty, ahol már nem értelmezhető a vonalrendszer, csak egy ilyen pötty van.